Az asztalon sorakoznak az érettségi bizonyítványok a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tornacsarnokában, a diákok pedig sorban állva, kesztyűben és egyedi díszítésű ballagási kalapban várják, hogy átvehessék azokat. Az intézmény nevelőtestülete úgy döntött, hogy egy amerikai stílusú átadó ünnepség megrendezésével próbálják meg betölteni a járványhelyzet miatt elmaradt ballagás okozta űrt. A kesztyű inspirált minket arra, hogy a diplomosztón szokott kesztyű lenni, ezért került be, és tekintettel arra, hogy valóban a ballagáskor nem tudjuk még azt, hogy milyen eredményekkel zárnak a tanulók az emelt szintű, meg középszintű érettségén, ezért miután bizonyítványosztás is volt, ezért valóban egy ilyen amerika típusú kis ballagási kalapokkal és egy kis ünnepléssel egybe szerkesztett ünnepségre gondoltunk, ami azért volt kicsit hosszú, mert 185 tanulónk érettségizett, és köztük 209-en azért, és tehát 177-en, de összesen 209 emelt szintű érettségvizsgára került sor, ami azért mégiscsak egy szép teljesítmény, tehát mindannyian igyekeznek az egyetemre, úgy gondolom. Az eddigi statisztikák alapján a tanulók 80%-a első körben be is kerül valamelyik általa kiválasztott egyetemre, és sikeresen el is végzi azt. Ezért amiben csak lehet, támogatják a diákokat és kikérik a véleményüket. Az átadó esemény megtartásának lehetőségéről és annak stílusáról is többször tárgyalt a nevelőtestület a diákokkal, közösen hozták meg a végleges döntést. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben megfelelt az elvárásainknak, ez is ugyanúgy, mint hogyha rendesen meg lett volna tartva a ballagás. Orvosi egyetemre szerettem volna tovább menni, illetve még a másik tervem a pszichológia. Hát július végén fog ugye kiderülni, hogy hova jutottam be, úgyhogy izgatottan várom. Nagyon érdekes ünnepség volt, szerintem mindenki számára meglepő volt, nem csak a számomra, és úgy gondolom, hogy az iskolának nagyon nagy köszönetet adhatunk, mert igaz, ilyen kisebb keretek között, de mégis szerveztek nekünk egy ballagást, és nagyon sok ismerősöm, aki nem ebbe az iskolában tanult, mesélte nekem, hogy nekik nem volt egyáltalán ballagásuk, úgyhogy akár milyen ünnepség is, szerintem egy nagyon tisztes és nagyon jó ünnepség volt egyébként, nagyon megköszönhetjük az iskolának. És a továbbtanulással kapcsolatban pedig, hát Budapesten szeretném folytatni a tanulmányokat, és ott is szeretnék sportolni is. Hogy a diákok bekerülnek-e a kiválasztott egyetemekre, július 23-án derül ki, ekkor lesz a ponthatárhúzás, de a hivatalos tájékoztatást augusztus 5-éig kapják meg. A stábunk által megkérdezett diákok izgalmas felvételi időszakra számítanak, mindketten toplistás szakokra jelentkeztek. Ennek első két helyét évek óta változatlanul ugyanaz a két szak foglalja el. A gazdálkodás és menedzsment szakra közel 9000-en, kereskedelem és marketing szakra közel 6500-an jelentkeztek. Tavaly óta pedig a harmadik helyre felkúszott a pszichológia szak, amelyre idén szeptemberre több mint 5000-en jelentkeztek.